Kis híján újabb gázmérgezéses tragédia történt Kanizsán. Szivárgott a szénmonoxid vasárnap egy Kőrisfa utcai családi házban. A katasztrófa védelem munkatársai a család tagjait légzőkészülékkel kimenekítették a házból, majd méréseket végeztek, amelyek során kimutatták a mérgező gázt. A lakásban egy ember rosszul lett, őt szénmonoxid mérgezés gyanújával a mentők kórházba szállították. Információink szerint a házban nem volt szénmonoxid érzékelő, pedig a katasztrófa védelem friss statisztikáiból kiderül, olyan ingatlanban, ahol használnak riasztó eszközt, egy esetben sem volt halálos áldozat. A szakemberek továbbra is felhívják a figyelmet a szénmonoxid és füstérzékelők felszerelésére, hiszen életeket menthet egy-egy ilyen készülék. Tűzoltók a helyszínre érkezést követően légzésvédelem mellett az épületbe behatoltak, majd az ott lakó család tagjait kimenekítették a házból. Ezt követően méréseket végeztek, amely során a szénmonoxid jelenléte kimutatható volt a lakásban. Az épület átszellőztetését elvégezték. A gázszolgáltató szakemberei is a helyszínre érkeztek. Egy rosszul lévő személyt a mentők kórházba szállítottak.